Több mint 20 cég, a megye valamennyi nagy vállalata, valamint a kormányhivatal és más szervezetek standjai is várták a diákokat, álláskeresőket a Nyíregyházi Egyetemen. Az intézmény rektora az állásbörze megnyitóján kiemelte, a rendezvényen nagy hangsúlyt kap az innováció. Ez a kereslet és kínálatnak a helye, ahol a munkaadók és a munkavállalók egymásra találhatnak. Nagyon fontos, hogy megismerkedjenek egymással. Az innováció pedig azért érdekes, hiszen ezen a piacon az újdonságok is megjelenhetnek. És számunkra azért fontos ez a mai esemény, mert nem egyszerűen csak helyt adunk ki már 11. alkalommal ennek az állásbörzének, hanem azért is, mert az alkalmazott tudományok egyetemeként a Nyíregyházi Egyetemnek az alapvető küldetése az, hogy a munkaerő piaci igényeket figyelembe vegye. A kiállítók elsősorban a Nyíregyházi Egyetem képzéseihez alkalmazkodva több mint 100 állásajánlattal érkeztek a börzére. Középiskolások és egyetemisták egyaránt érdeklődtek a megjelent cégeknél. Másodéves vagyok, nyíregyházi vagyok, és hát csak nézelődök elsősorban. A programtervező informatikus szakon vagyok, és hát nézelődök, hogy milyen állások vannak itt. Többek között műszaki, pénzügyi és informatikai szakembereket kerestek a kiállító cégek. Ennél a standnál pedig a Magyar Honvédség légijárműjavító üzemével ismerkedhettek meg a diákok. Amit elhoztunk, az egy katapultülés, egy repülőgép hatástalanított katapultülése. Egy szimuláció keretében meg tudjuk mutatni az érdeklődőknek, hogy egyáltalán milyen érzés az egy repülőgép ülésbe ülni. Az állásbörzén idegen nyelvi teszteket tölthettek ki az érdeklődők, valamint próbainterjún is részt vehettek az egyetemisták. Idén első alkalommal pedig a Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársai is tanácsokkal látták el a fiatalokat. Igyekszünk tájékoztatni a fiatalokat arról, hogy a pályakezdőknek mire van szükségük ahhoz, hogy a munkába álláskor tudják teljesíteni azokat a kötelezettségeket, amely ugye a járulékfizetési kötelezettséggel, illetve az adófizetési kötelezettségekkel jár. Igyekszünk tájékoztatni arról is a fiatalokat, hogy milyen lehetőségeik vannak, hogyha az adóhivatalhoz, illetve a vámszakterülethez próbálnak csatlakozni. Az állásbörze már 11 éve fontos szerepet tölt be a nyíregyházi intézmény programjai között. Nem egyszer előfordult már, hogy végzős diákok itt kaptak állás lehetőséget. Volt olyan az elmúlt években, hogy konkrétan itt találtak munkalehetőséget, állást bizonyos személyek, hallgatóink is. Itt kötöttek munkaszerződést is, tehát ha nem is számokban tudjuk lemérni ezeket az eredményeket, de a népszerűségét és a visszajelzéseket illetően úgy gondoljuk, hogy ez megyei szinten is egy kiemelkedő rendezvény. A rendezvényen a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés elnöke Sesták Oszkár kiemelte, az állásbörze sikere a megye, a térség vállalatai és az egyetem együttműködésének köszönhető.